Sziasztok! A mai videóban az 1930-as évek fontosabb diplomáciai eseményeiről fogok beszélni, azaz lényegében rátérünk a II. világháború előzményeire. Kezdjük is az 1931-ben elindult Japán terjeszkedéssel. Ugye, Japán 1931-ben megtámadta Kínát, és elfoglalta a térképen látható Manchúriát is. Na most erre a reakció az volt a nagyhatalmak részre, hogy 1933-ban a Népszövetség szankciókat fordott el Japán ellen, amire válaszul Japán kilépett a Népszövetségből. Egyébként én láthatjátok is, hogy Manzsúria az a kurai félszigettől éjszakra levő kis terület. Japánnal kapcsolatban még érdemes megjegyezni, hogy ne felejtsük el, az első világháborút lezáró békerendszerben csalódott, hiszen... A Csendes-óceánon komolyabb befolyásra szerettek volna szert tenni, viszont ez a Washingtoni konferencián nem történt meg, hiszen ott a korábbi státuszkót állították helyre, melynek értelmében a britek és az amerikaiak domináltak ott a Csendes-óceánon. Egyébként még annyi érdekességet mondani ezzel a kapcsolatban, hogy egyes történészek azt mondják, hogy a második világháború az igazából nem is 1939. szeptember 1-én Lengyelország megtámadásával, hanem már itt 31-ben Japán kínálén támadásával megkezdődött. A következő fontosabb esemény 1934-ben volt, amikor is a németekkel szemben létrejött egy együttműködési szerződés Franciaország, Lengyelország, Csehszlovákia és a Szovjetunió között, ami hát lényegében azért volt fontos, mert ezek az országok voltak a leginkább fenyegetve a német terjeszkedés által. Viszont mivel a felek bizalmatlanok voltak egymással szemben, ezért ez az együttműködés hát rövid úton elhalt. Itt leginkább a bizalmatlanság Franciaország, Lengyelország, Csehszlovákia, valamint a Szovjetunió között volt. Ne felejtsük el az ideológiai ellentétet a két oldal között. És akkor ezek után térjünk is rá Németországra. No, hát Németországgal, amikor legutóbb foglalkoztunk, akkor a nácik hatalomra kerültek, és ugye Hitler kiépítette a totális diktatúráját, aminek a segítségével többek között kivezette Németországot a világgazdasági válságból. Na de nézzük, hogy mi minden történt még ezzel párhuzamosan, illetve ezután. 1933-ban Németország kilépett a Népszövetségből, majd 1935-ben bevezették az általános hatkötelezettséget, és hát elindult egy intenzív fegyverkezés is. Ugye ennek az volt az oka, hogy készülődni kellett az életére, valamint az is, hogy a munkanélküliséget felszámolják. Hiszen ne felejtsük el, hogy a hadipari fejlesztések azért fontosak, mert rengeteg munkalehetőséget kínálnak, viszont nem állítanak elő olyan termékeket, amivel a túlkínálatot fokoznak, hiszen a hadiparnak a termékeit az állam vásárolta fel, nem pedig a fogyasztó magánszemélyek. És akkor néhány fejlesztést láthatunk itt a képeken, úgy mint ugye a tankok, valamint a repülőgépek. Na most ezzel az intenzív fegyverkezéssel a náci Németország mind a Versailles szerződés, valamint a Lokárnói szerződést is megszegte, viszont láthatjuk, hogy nem igazán történt semmilyen reakció erre a nyugati nagyhatalmak részéről. Aztán ne felejtsük el, hogy ugyanebben az évben letelt a 15 év, ami a szárvidék helyzetét alapvetően befolyásolta, hiszen a Versailles békében az volt benne, hogy a szárvidéken 15 év múlva az 1935-ben népszavazást kell tartani, hogy ez a terület melyik országhoz szeretne tartozni. És hát nem meglepő módon a népszavazás végeredménye az lett, hogy Németországhoz csatlakoztak, hiszen nagyon volt itt a német kisebbség. Aztán 1936-ban volt az úgynevezett rajnai válság, ami azt jelentette, hogy Hitler megszegve a Versailles békét remilitarizálta a Rajnavidéket. Ha visszaemlékeztek a Versailles békeszerződés tartalmára, abban az egyik kitétel az volt, hogy a Rajnavidéken sem fegyvert gyártani, sem pedig haderőt állomásoztatni nem lehet. Hát ehhez képest a Wehrmacht az bevonult ide, és mondhatni itt Hitler már tényleg 19-re lapot húzott, mert egy beszélgetés során elmondta, hogy ha itt a francia haderő az megindult volna, akkor öngyilkos lett volna, hiszen 1936-ban a német haderő még nem állt olyan szinten, mint a francia haderő, tehát simán legyőzhették volna. Ehhez képest meglepő módon sem a franciák, sem a britek nem léptek fel katonai erővel Németországgal szemben, dacára annak, hogy Franciaország tényleg itt még erősebb volt. Na de mi az oka annak, hogy nem léptek fel? Egyrészt a pacifizmus, ami ugye a békepártiságot jelenti így nagyon lerövidítve, hiszen azért a brit meg a francia társadalomban is élénken él még az első világháború emlékezete, ugye nem telt el olyan hú, de sok idő annak lezárulta óta, és nem igazán szerettek volna újabb fegyveres konfliktust. Emellett nem is igazán vették komolyan Hitlert. Azt gondolták, hogy egy pojácsa, aki nagyon-nagyon ripacskódó, szimpatias gesztusokkal meg tudja ugyan babunázni a hallgatóságát, de hogy nem merne erőszakkal fellépni, hogyha megindulnának. Illetve azt se felejtsük el, hogy mind a brit, mind a francia oldalon sokan kritizálták már a megszületésekor az első világháborút lezáró békerendszert, és sokan azt gondolták, hogy túl szigorú és túl megalázó volt ez a vesztesekre, így Németországra nézve is. A harmadik dolog meg, hát maga a Hitler könyve a Mein Kampf volt, ugyanis a Mein Kampfban, amikor kifejtette az életi abban ugye sok minden volt, na de az angol, az a franciában leföltött változatba ez azért némiképp szürten került bele, és ott az élettér elmélet kifejtése kapcsán keleti irányú terjeszkedésről írt csak, másról nem, ellentétben ugye az eredetivel, és hát abban bíztak a britek is, meg a franciák és hogy a Netlantán Hitler mégiscsak fegyveres erőszakhoz nyúlna, hogy kiterjessze a német életteret, akkor úgy, ahogy a MyCamp-ban írta, majd kelet felé fog elindulni. Az pedig a briteket meg a franciákat ugye egyáltalán nem zavarta, hiszen keleten ugye ott vannak azok a kis európai államok, lást kisantant államai, valamint hát ugye a bolsevik Szovjetunióval szemben, hogy a háborúzik, az nem is olyan nagy baj, mert a bolsevikokat nem kedvelték sem a britek, sem a franciák. És akkor itt azért emlékezzünk vissza, hogy Franciaország két évvel korábban azért kötött egy szerződést a Szovjetunióval, ami hát Németország ellen irányult volna. Úgyhogy már itt látszódik is, hogy miért is halt el ez a szerződés. Na, a következő fontosabb esemény az az 1936-ban kirobbant spanyol polgárháború volt, ami 39-ig tartott. Dióhéban miről szólt a spanyol polgárháború? Volt egy köztársasági, de alapvetően baloldali kormány, és ezzel szemben egy jobboldali blokk, amelyet Francisco Franco tábornok vezetett és hát a túlzott ellentétek odáig fajultak, hogy végül kirobbant a két oldal között egy polgárháború. Na most a baloldaliak a Szovjetuniótól kaptak támogatást, míg a jobboldaliak Németországtól és Olaszországtól, és hát lényegében a spanyolok polgárháborút emiatt szokták úgy is nevezni, hogy a német hadipar főpróbája volt ez, mert hogy itt tudtak harci tapasztalatot szerezni frissen kiképzett német katonák, valamint az új katonai fejlesztéseket is itt tudták kipróbálni. És ennek eredményeképpen 1939-re győztek a jobboldaliak, úgyhogy Frankó tábornok egy katonai diktatúrát vezetett a Spanyolországban, ami egészen a haláláig 1975-ig tartott. No, és akkor ezek után térjünk is rá szintén a korábbi eseményekkel párhuzamosan zajló diplomáciai eseményekre is, azon belül is a fasiszta nagyhatalmak szövetségkötésére. No, Hát 1935 és 1936 során Olaszország elfoglalta Abessziniát, ugye Abessziniát ma már Etiópiának hívják, erre válaszul a Népszövetség szankciókat vezetett be Olaszországgal szemben, amire Olaszországnak ugyanaz volt a válasza, mint Japánnak, hogy fogta magát és kilépett a Népszövetségből. 1936-ban párhuzamosan az előbb taglalt eseményekkel Németország és Olaszország szövetséget kötöttek, amit Berlin-Róma tengelynek hívtak. Közben, igen, ebben az évben Németország és Japán is szövetséget kötött a Szovjetunió ellen, ezt nevezték úgy, hogy Antikomintern Paktum. Azért ez lett a neve, mert a Komintern az egy lényegében kommunista pártokat összefogó szervezet, lánykori nevén ez volt a harmadik internacionálé, és hát ezen keresztül kapták a különböző országok kommunista pártja az utasításokat Moszkvából. Aztán végül 1937-ben Olaszország csatlakozott az Antikominten Paktumhoz, így lényegében létrejött a berni róma tokió tengely, azaz a tengely hatalmak szövetségrendszere. A következőben akkor tekintsük át, hogy Németország hogyan terjeszkedett itt Európában, még a második világháború kirobbanása előtt. 1938. március 12-éről 13-ára Ausztriát bekebelezte, ugye ez volt az Anschluss, ami ne felejtsük el, megint csak mind a Versailles, mind a Szent békében tiltott volt. de miért is kevezték be Ausztriát? Hát nyilván azért, mert ugye közös a kultúra, közös a nyelv, hiszen az osztrákok is németeknek voltak tekintve. Csak hogy kezdetben, tehát az első világháború után Ausztriát Elég sokan életképtelenek tartották, és akkor volt is igény a Németországgal való egyesülésre. Viszont 1938-ra ez az egyesülés már a nácizmussal való egyetértést is jelentette, ezért népszavazást írtak ki a kérdésben, viszont Hitler és a Wehrmacht a népszavazás előtt, illetve alatt megszállta egész Ausztriát. A következő lépés a Csehszlovákia szétdarabolása volt. Mi volt az ürügy erre? Hát az, hogy Csehszlovákia a Versailles békében megkapta a Szudéta vidéket, a Csehszlovákia nyugati határa, ahol körülbelül 3 millió német élt. Hitler pedig elhitette a nyugati nagyhatalmakkal, hogy akár háborúra is kész ezért a területért, ugyanakkor, ha megkapja ezt a területet, akkor nincsen további területi követelése, és eltekint bármilyen fegyveres konfliktustól. Úgyhogy 1930. szeptember 29-én Münchenben találkoztak a nagyhatalmak, a résztvevők a következők voltak. Nagy-Britannia részéről a miniszterelnök Neville Chamberlain, Franciaország részéről az elnök Eduard Deladier, Nolaszország részéről Benito Mussolini, és Németország részéről Adolf Hitler. Tehát láthatjuk, hogy Csehszlovákiát nem hívták meg a Müncheni konferenciára, II. Rákóczi Ferencet idézve nélkülük döntöttek róluk. Mi lett az eredménye a Müncheni egyezménynek? Hát az, hogy Csehszlovákiának át kellett adnia a szudéta vidéket Németországnak, 3 millió német élt. Ugye ezen a térképen a a vidék az a sárgás-barnás terület ott Csehszlovákia nyugati részén, ilyen patkó formába körül van ölelve, északról és nyugatról Németország, délről pedig Ausztria határolta. Ami ugye akkor ne felejtsük, hogy már Németország része volt. Emellett a Müncheni Egyezmény azt is tartalmazta, hogy Csehszlovákiának tárgyalnia kellett Lengyelországgal és Magyarországgal azoknak a területi igényeiről. Ezeket a területeket pirossal láthatjátok a térképen. Valamint az is benne volt a Müncheni Egyezményben, hogy ami megmarad ezután Csehszlovákiában, azt a négy érintett nagyhatalom garantálja, tehát Csehszlovákia további területeket nem fog elveszíteni. Na most, ha visszamlékeztek a Chamberlain táblázóról fotóra, vagy akár vissza is tekerítek a videót, akkor láthatjátok, hogy épp sajtótájékoztatót tart kezében egy papírra. No hát ez a papír a Müncheni Egyezmény, hogy amikor visszérkezett Londonba, a repülőtéren megtartva ezt a sajtótájékoztatót, azt mondta, hogy itt tartja a kezében a békét. Ne felejtsük el, hogy 1938. szeptember 29-en, tehát szeptember 30 áról beszélünk, hát nyilván az utókor bölcsességgel felvértezve láthatjuk, hogy mennyire jól felmérte a helyzetet Chamberlain ezzel, hogy a békét a kezében tartja, hiszen kevesebb, mint egy év múlva kirobban a második világháború. De nézzük, mi minden történt a Müncheni Egyezmény megkötése után. Hát ugye Lengyelország bevonult Tessenbe, az volt az a pici terület a térképen, amire Lengyelország igényt tartott Csehszlovákiából. Magyarország megkapta a felvidék déli részét 1938. november 2-en, ezt nevezzük az első Bécsi döntésnek, itt Németország és Oraszország volt az, aki végül odaítélte Magyarországnak ezt a területet, és hát ennek volt etnikai alapja is, mert hogy a lakosság 82%-a magyar volt. Aztán 1939. március 14-én a németek bátorítására Szlovákia kiszakadt Csehszlovákiából, és létrejött egy német barát kormány a fényképpen látható József Tiszó vezetésével, ez igazából egy báb kormány volt, és egy szlovák bábállamnak is nevezhetjük. Ezen felbátorodva 1939. március 15-17-e és 17 -e között Magyarország bevonult Kárpátaljára, és visszacsatolta magához, ahol szintén viszonylag nagy arányú magyar kisebbség élt, és hát a maradék területet ezután Csemorva protektorátus néven Németországhoz csatolták, tehát ennyit arról, hogy Csehszlovákia megmaradt területét a négy nagy hatalom az garantálja. Érdekességképpen elmesélnem, hogy mindezek után Hitlert 1939-ben Nobel békedíjra jelölte E.G.C. Brandt svéd képviselő, ezt azonban nem gondolta komolyan, Csupán egy szatirikus kritika volt azon képviselőtársai felé, akik növő csemberlét jelölték ugyanerre a díjra. Szatirikus levelében rávilágított arra, hogy a béke, ami nem tartott túl sokáig, nem Chamberlainnek, hanem Hitlernek volt köszönhető. Mivel sokan félreértették a levelét, ezért februárban aztán vissza is vonta ezt a jelölést. És hát akkor ezek után egyértelmű volt, hogy a következő Ország, ami a náci terjeszkedés által veszélyeztetett, az Lengyelország, úgyhogy 39. március végén Nagy-Britannia és Franciaország segítségnyújtási garanciát adott Lengyelországnak, ami azt jelentette, hogy ha Németország megtámadja Lengyelországot, akkor a britek és a franciák hadat üzennek Németországnak. Áprilisban Olaszország elfoglalta Albániát. És hát lényegében az utolsó fontosabb eseményünk a világháború kirobbanása előtt az 1939. augusztus 23-a volt, amikor is hát a világ megdöbbenéssel fogadta a Molotov-Ribbentrop paktum megkötését, amit szoktak úgy is nevezni, hogy Hitler-Stalin paktum. No, hát akkor két karikatúrát mutatnék is, az egyiket itt láthatjátok. A felirat rajta az, hogy vajon meddig fognak tartani a mézeshetek, a másik karikatúrát meg majd picit később. Ugye miről szólt a Molotov-Ribbentrop paktum? Hát ez egy német szovjet meg nem támadási szerződés volt, de a lényegi rész az nem erről szólt, hanem az úgynevezett titkos záradékban volt benne, amiben, és akkor itt van a másik karikatúra, láthatjuk, hogy a két diktátor az lényegében valamit feloszt egymás között. Ugye a felirat úgy néz ki, vagy úgy szól magyarul, hogy Hitler azt mondja Stalinnak, hogy a föld söpredéke, ha jól hiszem, míg Stalin azt mondja Hitlernek üdvözlésképpen, hogy a munkások véreskező gyilkos, nem csalódom, és a kettő között fekvő tetemre pedig az van írva, hogy Lengyelország. Magyarán a Molotov-Ribbentrop paktum titkos záradékában Németország és a Szovjetunió egymás között felosztották Lengyelországot, valamint Németország elismerte Stálin igényét a balti államokra, Finnországra és Besszarábiára, ami ugye Romániához tartozott. És hát így állunk tulajdonképpen egy héttel a második világháború kirobbanása előtt. Úgyhogy ez a videó ennyiről szólt volna, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tetszett, ha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot, ha nem, akkor egy diszlájkot, ha van bármilyen kérdéstek, azt írjátok meg a komment szekcióban. Ha tetszik a munkásságom, akkor iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok be a csengőt, hogy értesítek a legfrissebb tartalmakról, osszátok meg a videóimat, hogy minél több emberhez eljusson, és akkor találkozunk a következő videóban. Addig is, sziasztok!